Sziasztok, ez itt újra a Pink Gamer csatorna, és ezúttal éppen talán nap felkelt, vagy nap nyugtán, most nem is tudom, hogy itt ebben a világban hogy van, de hogy megy az idő, de minden esetre, hát mindjárt megnézzük, amíg csak. Jó, hát ezt tudom, ez a gond, hogy mindig ugyanezt elmondja a 20-szor, amit már amúgy is tudok. Ez egy kis gond a játéka, meg az irányítás. Na nézzük, nem. Na felkeltem van akkor. No, de szóval nagyon sok tucat szereztünk, ugye a játékban mindenképp érdemes sajnos egy olyan csinál dolgot csinálni, hogy elvenni egy pár dolgot, ahonnan az lehetséges, legyen az hordó, kis zsák, akármi, azt vegyétek el, mert akkor tudtok csak igazán kereskedni. Kereskedek is. Ebben a videóban igazából a végkimenetelét akarom nektek mutatni. A nagy egyik mellékületésnek, ami eléggé érdekes mellékületés, ami nyomozásra és krimiszállal is kecsegtetett, és egy DLD dért, amelyek már az első két részben is szerepeltek. Felkutatása volt a lényeg, kutat kell megszabadítani tőle, ugyanis annyira megfertőzte a kutat, mint a déli délc, mint a holtestel hölgynek, amiből ez alakult, hogy nem tudnak belőle inni, ebben volt egyedül igazi szép, tiszta víz, amelyből tudtak inni a környéken ugye a falusok, a falulakók, és hát az egyik falulakónak a, azt hiszem, a kislány, lehet egy kisfia, az most én nem tudom, hogy mindegy, nagyon beteg is lett ettől a mérgezett gyakorlatilag, vagy posat víztől, és hát nekünk ugye ezt kéne feloldani. Emellett pedig hát nagyon sok XP-t annak tudok ugorni végre már egy szintet. Most láthattuk ilyen runaköveket. Ezek a runakövek különböző erősítés annak a kardokba. Most azt a leggyengébb az ötleti el fogom adni. Kibillentést, azt nem. Adrenalin növelés. Az egyik nem rossz. Égés. Kávaság az mehet. Annyira szerintem nem jó, mondjuk arra sokat ad. Hagyásom az ég is, azt szerintem jó. Hoppá, kereskedek, majd fogyott a pénze. Szuper. Még akartam volna neki adni. Ilyen sok cuccot lehet szerezni, látjátok, ennyiféle italt, ételt. És akkor nem kell venni, én hülye vettem múltkor, és elég elfogyott a pénzem. Ezeket adom, mert nem akarok horgászni. Hoppá, elfogyott a pénze már? Annyira sincs pénze már, hogy... És legalább ezt is tudjuk, hogy elfogy a pénz a kereskedőnek is egy idő után. Jó, hát ez egy szegény kereskedő éppenséggel. Jó, akkor majd te veszel tőlem remélhetőleg. Gondolom, hogy bőrök még kellhetnek, meg ilyen fekete mágusban, vagy ilyesmi is akár még kellhet később, de ez a jó, hogy ezeket vissza lehet venni. Úgyhogy... bármikor, hogyha esetleg mégis kéne nektek, akkor vissza tudjátok őket venni tudtammal. Sertes bőrruha. Kecskevőr. Szarvas bőrzsebőr. Tiszta ezüst, ezt pedig szét fogjuk szedni. A zorenek és aranypénzek pedig beválthatók Novigrádi Vivaldi bankban. Jó neve van ennek a banknak. Ennyit tudtot találtam már. Ezeket itt nem lehet így eladni. Ó, viszont van egy kártya. Ezt hiszem megveszem. Jaj. Jó. Most már rakta? Hol rakta? Elvileg megvettem. Meg most szerintem más nem nagyon fogok venni. Jó. És ezt a déli délcát nagyon jó leírás mutatja be. Házasságok, lakodalmak utáni hirtelen gyors halál okozta azt, hogy föltint ez a lidérc, és nagyon részletesen meg kellett kutatni.
a déli területen itt meg kell találni ezt a régi elhagyott kis falut, amelyet szintén ki lehet fosztani, úgy sincs már ember, és ott van ilyen a kút. Nem volt ott mindjárt egy ért, hanem szépen kiderült, hogy hoppá, egy kicsit a Kör című filmre hajazó jelenet jött elő, ahol ugyanis ne lögdössétek engem. No, tehát ahol a Kör című filmre láttatok a kutat, itt is le kellett menni egészen a kút mélyére, kiderült, hogy egy félkarú hölgyeményeknek félkarja eltűnt, és a karján lévő karperec, ő az, akiből gyakorlatilag ez alakult, illetve ő miatt alakult ki ez a déli derc, és ugye ezt kellett nekünk felfedezni, aztán elkezdve meg lehetett nézni a tavat is, gyakorlatilag a barlang tavat, ami így alá ment ugye a mélybe, és kijöttünk egészen, nagyon ötletesen itt a másik oldalán, azt hiszem itt, valahol itt jöttünk ki innen. Nagyon jó föl van építve fel a körülazilag is, most geológiailag ez a pálya, és ez csak egy kezdő pálya, még mindig igazából már nem a tutorial bevezető, de még mindig csak egy kezdő része az egész játéknak, tehát a legkisebb rész. Most itt pedig ugye tudunk készíteni cuccokat, csak sajnos némelyikhez vagy kell recept, vagy egy bizonyos szint. Mert az így nem a legjobb, nekem még nincs meg az a szintem. Ebből lehet, hogy csináltatok, mégis ez csak kettőbe kerül, úgyhogy miattam csináljam még egyet. Bőrdarab, hát azt szerintem, hát jó, azt is csinál. Még jó jöhet. És most ez is pénzbe kerül. Így ezeket az oráneket, aranypénzeket pedig csak úgy ágyúvakba tudjuk beváltani, tehát jelenleg azt hiszem ez a kard. Jelenleg ez kéne ez a kard, jobb egy picivel mint ez. És ezt meg is tudnám csinálni, csak hát kettő szint kell hozzá, meg egy vasrúd, amit viszont tudok venni, csinálni nem tudok, de venni tudok. Úgyhogy veszek tőle, javítani is lehet, sajnos ezt is kell. Az összeset nem lehet valahogy javítani, ez egyenként az elég úgy drága, ajaj. Ez kicsit drága. Hát, meg kell tennem sajnos. Jó, hát ez most szuper. Jó, hát akkor adunk még el cuccokat. Ilyet még szerintem eladok. Vagy nem, egyet. És akkor a többit azt mondja, meglátom. Sokkal többet fizet egyébként, most azt észrevettem, hogy akkor nem mindegy, hogy hova mentek. Ez eddig nem vettem észre. Nekem az égés az nem ad olyan sokat. Jó, ez 300%. A kávaságot is eladom. És akkor itt vannak a cuccok, amit én találtam, ezek mindenféle tudunk csinálni. Jó, hát azt mondom, hogy vasút kellett, hogyha abból egyet veszünk. És itt vannak a tervek. Neket sajnos ezekhez is szint kell, úgyhogy ezek meg nagyon messze lesznek. Tudom, hogy én megvegyem. Aha, még erősíteni is lehet. Azt nem igazán értem, de akkor úgy látszik, ilyet is lehet. Ezt tetszik, ilyen rune erősítés. Hát majd ha lesz pénzünk, akkor megveszük. Most inkább egy ilyen gyerek kéne. Gyerektáska növelés. Állóképesség, meglátom még. Azt gondolom, hogy nagyon sok pénzük kerül ez. Páncéljavító, fegyverjavító, hogy ezzel javíthattok a kovácson kívül is. Akkor ezt szétszedjük, ezt tisztelj az Istent, mert ez is pénzbe kerül, hát ez őrület. Ez is rudakat kapunk. Ezzel mit kapunk, ragyogó ércet? Ezt is szétszedjük, mert ez még kellhet. Azok, ezek annyira drágák, ezek ilyen szuper cuccokhoz kellene valószínűleg. Úgyhogy ezeket egyre szerintem hagyom. Hát így gyorsan elfogy az ember pénze. Frissítés eltávolítására 21-be kerülünk.
Ja, de azt nem fogom letámolítani. Nincs értelme. Hát egy bombát akartam volna csinálni, nem tudok bombát csinálni, mert nincsen még bomba tervem. Igazság szerint. Pedig az egyik ilyen kis melléköltés az kell bombára lehet hatásra állítani a, az egyik ilyen szerint fészket, vagy nem tudom, minek fogalmazzam. Szóval... Hát ez van. Jó van. Hát akkor egyáról ennyi. Nem tudok, hogy csinálni, pedig kéne csinálnom ezt-azt. Viszont... Igen, van a kémiánk is. Mondtam, ezt annyira nem fogom használni, sajnos néha kötelezi a, az embert a... Micsoda. Érdekes úr, csökkentek szemes vezetek hatását. Hát nekünk kísérletet olaj kell, sajnos négy ilyen homokúr növény kéne, amit nem tudom, hogy hol tudok venni. Megnézzük még egyszer a... De valószínűleg nem ennél a Julian lesz majd, nem hát. Úgyhogy tovább megyünk. Hoppá, nem tovább megyünk. Vissza. Még nem találtam, pedig most már jó lenne, hogyha találnak valami bomba lehetőséget, mert szó szerint. Az irányítása most nem tökéletes irányítása a játéknak. Hát itt sincs. Szuper. Egy jobb kardot találtam, amiket azért adtam azt el, ami benne volt a rúna, de az egy két százalék már nem volt szoros, az alapsebzése nagyobb, és ez volt a lényeg. Nézzük, hogy a hölgy, ez csak tud valamit adni, remélem már herbalista kéne igazán. Itt van egy nagy láda is, majd berakhatjátok a... Még esetleg nem tudjátok használni, olyan cuccokat nem tudtok még használni, tehát... Mert azt szerintem össze kell akkor szednünk. Mert az a lidélcen egy 10% sebzést többet okozna. Kísértett olaj, és... Ez jó lenne. Megszerezni, ugye itt kártyáztunk is, továbbra is bennezhetünk. Hát azt gondolom, hogy most én az egész, nem fogom végigjárni az egész területet a virág után kutatva. Mert valószínűleg össze is lehet szedni ingyen, tehát. És hát akkor nézzük meg a szellemet, legyünk szellemesek, és menjünk a kút felé. Csak az lehet, hogy ez a fehér az. Ez sem az. Szuper. De akkor menjünk tovább. A játék továbbra is mese szép. Bejártunk erre. Hívjuk köszeget. És menjünk a sűrű rengetegbe. Hát így nehéz lesz harcolni a szörny ellen, viszont az Vestiáriumnál, illetve hát valami szinten az oktatóanyagoknál és a Vestiáriumnál megtalálhatjuk a lidércek és az egyéb más dolgok, például egy nagy medve ellen harcoltam, úgyhogy hatos szintű volt azt hiszem a medve, én meg egyes. Tehát, és megoldottam, mert hát nagyon fürge voltam és használtam a idézelőjével jeleket, ugye a varázslatokat, bár nem teljesen varázslatok ezek. És akkor itt láthatjuk, mik a gyenge pontjai. Tehát Bestiaula, ugye, Farkasnak, a Davidérsznek, Griffnek, hát ez majd a főellenség lesz a pálya végén. Itt is hatásos lenne a bomba, de nem tudok bombát készíteni, tehát egyről ez idegesít. Itt is hatásos lenne, Hold for, déli lidérc ellen. Látható, hogy a jelek közül a Hirden jó ellen, ez a kísértett olaj. Hát most egyelőre csak a Hirden jelet fogjuk tudni használni ellene, és hát ugye az ezüst kardunkat. De remélem, hogy ez is elég lesz. Hát ugye nemrég még este volt, úgyhogy persze, hogy hajnalodott, és most már nappal van. Nemrég még este voltam itt a kútnál. Elég felületes helyszín egyébként, nem hiába. De nagyon sokszor meg vicces a játék, szóval ez kellően megfér egymás mellett. Nézzük meg. Most elvileg itt kéne, hogy legyen. Kutakodni kell mindig, és elégetjük most a testet. Ilyen különböző jeleket kellett megtalálni, nyomokat pontosabban, és azzal tudtuk kitalálni a történet hátterét, nagyon jó volt. És ilyenből nagyon sokat láthattok.
karkötővel együtt égetjük el, hogy a déli dérc eltűnhessen, de pontosan nem eltűnni fog valószínűleg, hanem előjönni, hiszen kettes szintű küldetésről beszélünk, hát itt is van. Mondtam, hogy a semmiért nem kell kettes szint. Hát ez érdekes lesz, nem egy szépségről van szó. Próbálunk minden, de hát nem sokat szivatok neki. Úgyhogy most egy kis adrenalin növelőt is. Na most mi történt? Úgy látszik, nem tudom, rossz helyen voltam. Jaj, ne. Rossz izén voltam. Na, most megkapott. Hirden jelen belül, ha támadjuk, sokkal többet szivatunk neki, látjátok? Hoppá. Most eltűnt. Jó, sikerült? Nem. Ja igen, a másolatai. Ez a lidérc képes másolatokat csinálni. Sajnos. Neki jó vége. Na, megint átváltott, tehát az irányítás azért vannak még gondok. Ezt én említettem nektek, sajnos a karddal nem sok sebzést okozunk. Úgyhogy... Ah, megvakultam. Most akkor megint hozza a másolatokat. Ez egy kis főellenségnek is jó lenne. Megpróbálok ide visszajönni, az hogy eltűnt megint a jel. De mindjárt hallok, ez így megy tovább. Most! Végre! Sikerült! Őrület. Ez egy necces volt. Valószínűleg úgy. Megszok még egy ilyen vizes palackot. Itt a karkötél. Most a maradék, ami utána maradt. És visszatérhetünk a jutalomért. Hát nem volt könnyű. Nem volt könnyű. És végre ugrottam már végre szintet. Ja, ezt nem hiszem el, mindig nem remélem, hogyha visszamegyek, akkor már ugrok szintet. Már itt még az árnyék, meg a fények is mennyire durva. Még az árnyék az nincs is max rakja. Csak közepesen leszünk. Gyorsítodásra is mind megoldhatnánk a helyzetet, de most visszavonulunk a sötétségből a fénybe. Na, menjünk. Ez necces volt. Ez ugye az a gond, hogy ezt a szellemet ugye jó ellen a Irden, igen, de nehéz a Irdenen belül tartani, amikor másolatokat készít magára össze-vissza, azon teleportál. Tehát ez egy érdekes dolog mondjuk. De hatásos volt ellene, csak hát nem tudtuk ott tartani. Na. Gyerekek itt játszanak, mindenki éli életét, este mindenki alszik, sokszor elmennek ugye földet művelni, vagy enni, vagy vadászni, nagyon sok vadállat is van az játék, vagy az a sima hát a vadászni való állat őzik el is sorolt, nem? Hú, ott még nem voltam a hátsó kis épületbe, de most ide megyünk. A városokban eddig lejjebb megy az FPS, úgyhogy, illetve a farmokba is. Most megkapjuk italunkat. Sokszor kell ilyen nehéz döntéseket is hoznunk.
Na, itt mondhatnám, hogy tartsanak a kedves lányok, de sajnos egy Witchernek, hogy ezt korábban mondta, a Witcherünk pénz is kell. Úgyhogy... Sajnos ez kellett, én szívem szerint adattam volna a lánynak, de hát... Hoppá, most is jól elnyomtam. Hát az irányítás az M100-as játéknak. Na, nézzük azért még gyorsan meg, hogy szereztünk valami újdonságot. Elvileg pedig igen, most nem tudom, hogy hol van az, amit szereztünk, végig szereztünk. Minden jegyzetet érdemes olvasni a játékban, mert sokszor egy-egy ellenfélről sok mindent megtudhattok, és emberi ellenfélek is lehetnek. Itt például volt egy ilyen romon, a téglás romon, mindjárt mondom nektek. Most kicsit meg vagyok zavarodva. Jó, oké. Tehát itt voltak egy banda, és hát ellenük is az a jó öt pár tanása, itt van ugye az összönyfészek. Azt hiszem gulfészek, de ide még el kell majd menni, mert itt vannak romok, még találhatunk cuccokat. Kérdőjelek pedig ugye arra jók, hogy ott lehet valami, lehet zsákmány, lehet ilyen összönyfészek, lehet egy bandita, vagy banda csoport, pontosabban, lehetnek kincsek, sok minden lehet. Szóval lehet tudni, ha közelébe értek, akkor derül ki. Úgyhogy azon a kis első területen is van pár. Ami pedig ilyen szürke, azt megfejlesztétek. Itt például volt egy ilyen elhagyott település jel. Itt például újabb eladókat találhattok azáltal, hogy kipucoljátok. Például gulok voltak, és utána visszatértek az ott lakók. Itt például egy plusz egy képességpontot lehetett kapni, és aztán ezt külön kérdőjelen nem jelezte, úgyhogy ezt simán fedezéssel tudjátok felfedezni, hogy érdemes ületszik minden milliméterét felfedezni a területnek, és akkor nagyon érdemes egy plusz képességpontot szerezni. Úgyhogy itt egy őrzött kincs volt, hogy erre még el fogok menni, hát igazából bármerre érdemes elmenni. Talán erre már nem lehet, amilyen szürkés fehéres, de se vagyok biztos, ha megnézem. No, hát igazából ennyit akartam ma nektek mondani, nem egy rossz kis játék ez továbbra sem, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, búcsúzom tőletek, sziasztok!